A miniszterelnök az osztrák-magyar kapcsolat rendezése és a menekült kérdés megvitatása miatt utazott Bécsbe, hogy lezárja a vitákat és támogatást kapjon terveihez, azzal, hogy Horvátország tovább irányítja a menekülteket, Magyarország és Ausztria egy cipőben járnak. Horvátország, amin keresztül özönlenek az illegális bevándorlók, az Európai Unió tagja. Elvileg Horvátországból Magyarországra csak olyan ember érkezhetne, aki a menedékkérelmét Horvátországba benyújtotta, ott regisztrálták, és ezek után akar átlépni a horvát-magyar határon. Ez pont az a helyzet, mint ami az osztrák-magyar határon van. A horvát-magyar határ megerősítése fontos, hiszen a magyar déli határok megvédése egyet jelent többek között az osztrák és a német déli határok megvédésével, ha pedig ezt nem teszik meg, Schengen elesett, fogalmazott a miniszterelnök. Nyilvánvaló, hogy megállítani őket Görögországban kellene, az Európai Unió területén kívül, és ott érvényesíteni az európai jogot. Görögország erre nem képes. Ugyanakkor nem adja át ezt a feladatot, ezért a következő hetekben arra kell készülni, hogy délről a feláramlás nem enyhül. Az a kérdés, hogy készen állunk-e arra, hogy a szerb-magyar határhoz hasonlóan a horvát-magyar határnál állítsuk meg ezt a népvándorlást. A szlovén határon viszont biztos, hogy nem épül végleges kerítés. Miután Szlovénia tagja a Schengeni övezetnek, ott semmit nem fogunk csinálni, amihez a szlovénok nem járulnak hozzá. A horvátok nem járulnak hozzá a horvát-magyar határépítéséhez, ellenzik és a lebontását követelik, mint említettem, koridort akarnak, szabad föláramoltatást Ausztriába, Bajorországba és Németországba. A jogom van, Magyarországnak joga van azt mondani a horvát kérésre, hogy nem fogadjuk el. És horvát hozzájárulás nélkül is jogunk van ott kerítést építeni a magyar területen belül. Szlovénia esetében ez a jogunk nincsen meg. Orbán Viktor hozzátette, a legnagyobb probléma, hogy Európa vezetői sem értenek egyet a menekült kérdésben. Többen ellenzik és többen támogatják a migránsok befogadását. A miniszterelnök elmondta, Magyarország látja a valós veszélyt és védekezni kell ellene. Naponta 8-10 ezer bevándorló érkezik, amire egy ország sincsen felkészülve. A Közel-Keleten pedig még több millióan gondolják úgy, hogy Európa befogadja őket. Orbán Viktor a következő napokban New Yorkba utazik, ahol egy újabb menekültügyi megbeszélésen vesz részt.